az újvidéki rendőrség három bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt elfogta a 36 éves Óbecse környékbeli DV-t, akit két súlyos lopással, valamint egy gépjármű illetéktelen használatával gyanúsítanak. A gyanú szerint betört egy óbecsei cégbe és eltulajdonított egy laptopot, mobiltelefont, kerékpárt, berendezéseket és speciális nyomdaeszközöket. Szintén a gyanú szerint ezen a helyen betört egy fatelepre, és onnan pénzt lopott el, valamint egy óbecsei lakostól egy személygépkocsit eltulajdonított, amelyet aztán elhagyott és elmenekült. A rendőrök az ellopott tárgyak nagy részét megtalálták és visszaadták tulajdonosaiknak. DV-t 48 órás őrizetbe vették, és bűnvádi feljelentéssel az óbecsei alapfokú ügyészség elé állítják. Az újfalusi napok rendezvényt, amely az Együtt élünk szlogent viseli, szeptember 11-én vasárnap rendezik meg Óbecse ezen részének központjában, a piac melletti kispályás labdarúgó pályán. A szervezők idén is gazdag szórakoztató sport és kulturális programmal készültek községünk és a környező települések minden polgára számára. A testvériség egység helyi közösség már 16 éve hagyományosan megünnepli az újfalusi napokat. A világjárvány miatt, amit mindannyian nehezen viseltünk, volt egy 2 éves szünetünk. Éppen ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy szükségünk van egy kis kikapcsolódásra, pihenésre, barátkozásra, hogy egy szép vasárnap délután töltsünk el a szomszédainkkal, barátainkkal, szeretteinkkel. 15 órakor kezdődik a sertés-gulyás főzőverseny, amikor mintegy 30 csapat is megméretteti magát ezen a gasztronómiai eseményen. A gulyás főzőversennyel párhuzamosan az idei évre egy újabb versennyel készültek a szervezők, amely egy horgászverseny gyerekeknek és időseknek egyaránt. Lesz pikádó verseny és horgászverseny is, meg persze a sertés-gulyás főzőverseny. Megjegyzem, hogy a polgárok még most is jelentkezhetnek szeptember 8-áig a következő telefonszámon 6912069. Szeretnék ezen kívül köszönetet mondani a Közgazdasági Kereskedelmi Iskolának, és egyúttal meg szeretném őket dicsérni is, amiért támogatják ezt a rendezvényt. Ebből az iskolából sokan vesznek részt a rendezvény verseny részében, például a főzőversenyen. Másfelől pedig az iskola diákjai készítik a sós és édes süteményeket a résztvevők és a vendégek számára. A sporthorgászat iránt érdeklődő versenyzők a verseny módjáról és feltételeiről ugyanezen a telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást. Azok a vendégek, akik eljönnek a rendezvényre és nem vesznek részt a program ínyenc részének versenyében, sem maradnak éhesek, emelték ki a harmadik helyi közösségben, mert a nap folyamán úgynevezett katonai babot is készítenek. Az eseményen a hangsúly a szórakoztatáson, szórakozáson és számos érdekes gyermek és ifjúsági tevékenységen van, amelyet idén színes rendezvényekkel egészítenek ki, éppen ennek a populációnak a részére. Versenyjátékokkal is készülünk, melyeket a Labut Pejovic iskoláskor előtti intézmény szervez. Lesz aszfaltfestés, rajzolás, és ami újdonság az idén, az, hogy lesz két gyermekeknek szóló előadás. A szerb nyelvű Belgrádból érkezik Színes napraforgók címmel, a magyar nyelvű pedig Adáról, melynek címe a róka, a macska és a kakas. Az Ökobecse Polgári Egyesület műhely munkákat szervez a legkisebbek számára. Ezen kívül a Gyermekbarátok Egyesülete is részt vesz, és valami széppel készül a legkisebbeknek. A rendezvényre látogatók gazdag kulturális és zenei repertoárra számíthatnak, melyért Újfalu legfiatalabb lakosai, valamint községünk kulturális és művelődési egyesületei lesznek a felelősek. Fellépnek az újfalusi szivárvány óvoda óvodásai. Polgártársnőnk Edina Krsztekanics is itt lesz, aki a fitness újabb formáját hozta el Óbecsére. Ezt követően pedig Óbecse értékes gyöngyszemei lépnek fel, akik nélkül egyetlen rendezvény sem múlhat el. Ezek pedig a Gyidó Kulturális Művelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. Ezen kívül lesznek szórakoztató programok polgártársaink részére, amely a végén tűzijátékkal zárul.
A rendezvény főtámogatója a helyi önkormányzat, de számos helyi vállalkozó is részt vesz benne. Meghívom polgártársainkat, Óbecse község lakosait, de a környező települések polgárait is, hogy jöjjenek el hozzánk. Töltsünk el együtt egy szép délutánt, hogy jelenlétükkel emeljék az újfalusi napok rendezvényének hangulatát és színvonalát. A hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok miatt holnap, szeptember 8-án áramszünet lesz Bácsföld várháztartásaiban. 9 óra 30 perctől 10 óra 30-ig áram nélkül maradnak az egész településen, a malom melletti magas feszültségű kábel bekötése miatt, emelték ki a vállalatban. Rossz idő esetén a munkálatokat elhalasztják.